Szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem, példaképem Bogdán László polgármester. Szia, Laci! Köszönöm a lehetőséget. Hát én köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon örülök neki valóban, hogy eljöttél, hiszen nekem is, és sok más embernek is példaképe vagy, főleg napjainkban. Egyrészt azért, mert megismerhettük az országos médiából a településednek a sikerét. Másrésztről szintén az országos médiumokban nagyon sokat mutatják a közszerepléséret, a közéleti tevékenységedet, és azt, hogy funkcionálsz polgármesterként rendkívül hitelesen. Viszont én is, és talán sokan mások is ezt a két jó példát, ezt a két történetet úgy tudnánk nagyon jól megérteni, ha tudnánk, hogy mi a története Bogdán Lászlónak, az embernek. Mert erről szerény vagy keveset beszélünk, holott én legalábbis azt gondolom, hogy mind a közszereplésednek, mind a településed sikerének az egyik fő mozgató rugója az, hogy te milyen vagy, hogyan gondolkodsz, milyen a világképed. És szeretném azt megtudni, hogy visszaugrunk az időben pár évtizedet, hogy miben gyökeredzik ez, milyen élményekben, milyen megtapasztalásokban az, aki ma vagy. Nem egyszerű a kérdés, és talán még soha nem is tették fel nekem, és nehéz igazándiból 2-3 percben megfogalmaznom 20-30 évet. Egy biztos, hogy cigánytelepen hajtottam én is a gyökereimet, és mindent, amit a cigánytelep adott, azt én átéltem. Átéltem a dökkut élményét, átéltem a cipőnincstelenség élményét, átéltem azt, hogy sokáig nem tudtam, hogy cigány vagyok, mert azt mondták rám, hogy kohány, és nem tudtam, hogy a kohány mit jelent. Napjainkig is nehéz megfogalmazni ezt a szót, de nem tudtam, hogy cigány vagyok, mert kohánynak hittem magam, és a nevemet is ennek tituláltam. Azt gondolom, hogy az én történetem és a településem története abban gyökeredzik, hogy új igényeket, és az új igényeket úgy tudtuk megteremteni magunknak, hogy én csak egy eszköz voltam, eszköz vagyok a napjainkban. Én tudom, milyen az éhezés, én tudom, milyen a kirekesztés. Sokan tudják rajtam kívül, sok cigány tudja, sok szegény ember tudja, hogy milyen ez az érzés. De van, aki jól tudja kezelni, van, aki ezt úgy kezeli, hogy él vele, és nem visszaél vele. Próbál úgy visszatekinteni a múltjában és a gyerekkorára, hogy abból nem egy lelki sérült, egy lelkileg összezúzott ember arcát mutatja, hanem azokból a gyerekkori élményekből próbálsz hazafi lenni a szó jó értelmében, és nem agyon szereted a hazádat, és agyon címkézed magad, te magad is. Én hiszek abban, hogy az egyszerűség, az egyszerű fogalmazás, basszus, nagyon szegény voltam, kunyhóban nőttem fel, dökhúst ettem, tyukot loptam, alultáplált iskolai végzettségem van, és ezek mellett törekszem arra, hogy az embereknek olyan példa legyek, olyan példát tudjak mutatni, amíg ezekre a képekre, amik a múltamban fellelhetők, hogy a gyerekek, a jövőkép ne ezt lássa, hogy csak ez az egyetlen egy kiút van. Hiszek az emberi jóságban, hiszek a jóságnak a cselekedetében, ahogy te a folyosón megfogalmaztad, hogy a cselekvő képesség milyen fontos ma, mert dumálni, rizsázni, szót inteni mindenki tud. De az igazi cselekvés, hogy adni másoknak abból, amit te csinálsz, és azt önzetlenül, azt gondolom, hogy ezt az apukámtól, az anyukámtól és a nagymamámtól tudtam ellesni. Nem voltak bőlére eresztve az anyagi helyzetünk soha. Nem, a cipő élménye is 13 évesen kergetett meg. És azt gondolom, hogy ezek mindenképpen hatása voltak, de nem negatívan. Soha nem negatívan élem meg azokat a dolgokat, amik napjainkban és a múltban történtek velem. És ezt egy folyamatként kezeljük, vagy volt egy olyan konkrét fordulópont, amikor megfogalmazódott benned az, hogy tetted a dolgodat úgy, ahogy mindenki más, ahogy tesszük mindannyian a dolgunkat. Benned valamiért mégis megfordult az a gondolat, hogy egy közösségnek az élére kéne állni, egy településre valamit kezdeni kéne. Mert azért tudjuk, hogy Cserdinek van egy Bogdán László előtti élete, és van egy Bogdán László utáni élete. Tudom, hogy nem szeretett feltétlenül, ha szerénységed miatt ezt hozzád kötjük, de mégis kénytelenek vagyunk hozzád kötni, hiszen a világ, akár most beszéltünk, hogy nemzetközileg úgy ismerte meg a településedet, hogy volt Cserdi, amikor mondhatom talán bátran, hogy szinte senki nem tudott róla semmit. Ha tudott róla, akkor az talán pejoratíve,
Ma pedig tudunk róla úgy, hogy szinte élenjáró sok dologban, példamutató termékeket hoztok létre, a jósággal, a jóságnak a legszebb szavaival címkézitek fel a konzerveket, az üvegeket, a minden. Ugye ebből lett a Lásipe, ugye magyarul jóság, ami le lett védetve, és ez a ti védjegyetek. Tehát, hogy ennek mikor volt a fordulópontja, amikor megérett benned a gondolata is akár, hogy ezt a folyamatot magadban, illetve a településeden elindítod? Nézd, mikor megválasztottak polgármesternek, akkor én elkezdtem hossásni magamtól, és nagy képüsködtem. És egy októberi este arra jöttem rá, amikor láttam egy iskolából hazajövő szürkületben egy kisgyereket, aki lehajtott fejjel, repett ajkakkal jön haza a suliból, hogy én nem vagyok senki, csak egy büdös bunkó, aki megjátsza a fejét azért, mert megválasztották polgármesternek, és ez a felismerés ez mindenképpen hatással volt a napjaimban is. És de több olyan hatás volt az életemben, ami azt gondolom, hogy befolyásolta, hogy eljuthattunk A-ból B-ben. De nekem azt kell mondanom, hogy alapvetően nem volt túl nehéz dolgunk. Mert a legfertőzöttebb települések címét hordozta a településünk. És amiben, ahol semmi nincsen, mert az elődeink azt gondolták, hogy nem érdemes semmit letenni, mert úgyis szétverik, ellopják, eltörik, szétzúzzák. Tehát minden olyan negatív komment, ami létezik az emberiségben, az megjelent Cserdiben, mint a bűncselekmények, mint a beruházások, mindennek kapcsolatosan, csak negatív dolgok voltak. És nekem könnyű dolgom volt, mert ha leraktunk egy fát, akkor azt mondtam mindenki, hogy úgyis ki fogják törni a cigányok. És a cigányok nem törték ki, elkezdték ápolni. A cigányok esélyt akartak, és nem akartak milliókat meg Európai Uniós csapok lenni. Egyszerű dolgot, bizalmat kell az embernek adni. Leszereltük a rácsokat az intézményekről. Ahogy leszerelted a rácsokat, így lehullott az a fajta átok, ami úgy ránk volt ragasztva, amit az elmúlt rendszerben is ránkódoltak. Én hiszek az emberi jóságban. A Lásipe az nem egy olyan márka, ami utánozhatatlan. A jóság az bennünk van, mint ahogy 2017 éve velünk az irigység is jelen van. És mégis mindig az irigység tud felülkerekedni a napjainkban. A jóság nem kerül euróban, nem kerül forintba. Az irigység megakadályoz mindent. Pénzt buksz el, hatalmat buksz el, barátokat, testvéreket, kirekesztő leszel, kirekesztenek. Az irigységnek ennek a vonalát én próbálom a településen mellőzni, a gyerekeket preferálni, a gyerekeket előrehozni, tolni a gyerekeket a családoktól, nem elvenni, hanem adni. Elvenni mindenki tud, de adni csak az, akinek van. A képesség és a képes az mindig szem előtt legyen. Nagyon könnyű itt gizdázni nekem polgármesterként és jókat mondani, de a napok, a percek, a pillanatokat megélni egy településen, döntéseket hozni, és azokat a döntéseket felvállalni, aki veled szembe jön az utcán. Mert azt mondják, hogy kis település, kis probléma. Ezek nem igazak. Minél kisebb egy település, annál nagyobbak a problémái. Azért, mert a probléma veled szembe jön az utcán. Nem tudod kikerülni, nem tudod elhárítani. Nálunk nem tudsz kirúgni senkit a közmunkából, a szociális segélybe. Maximum azt, aki késik a munkájából, micimackót kell, hogy olvasson. Ez a legnagyobb büntetés, amit végrehajtat egy ember egy másikkal szemben. Ki vagyok én, vagy ki az, aki fel van hatalmazva? Mikor fogja fel a többségi társadalom, hogy nem mehet ez így tovább, hogy folyton a gyűlöletre érzékenyítjük ki magunkat? Nagyon fontos, hogy sikerült nekünk Orsó Zolival kapcsolatot teremteni, a rendőrrel, mert igen. Tehát nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat létrejött, és megkerestek engem, és már több alkalommal jártak nálunk, és most azon tűnődünk, hogy tudnánk közösen dolgozni, és a mai beszélgetésünk végkimenete is az lesz, hogy együtt akarunk dolgozni, és tulajdonképpen tetszik ez a szó, vagy nem tetszik az embereknek. Mi beindítottuk a köcsögmentesítést, amivel nagyon sok emberben
rossz érzéseket keltettem. De nem az volt a cél, hogy rossz érzéseket keltsek az emberekbe, hanem az, hogy felhívjak egy problémára figyelmet, de úgy, hogy ez a valóságot tükrözi, és nem mondták, hallottam és gondoltam, ami rendszerre épül, hanem a valós tényekre. Bejártunk a börtönbe, megnéztük, hogy mi folyik ott, mi történik ott, és a megelőzés volt a legfontosabb ebben a kérdésben. És nagyon örülök, hogy Zolival ebben nagyon-nagyon egy húron pendülünk. Áttérnénk arra, hogy napjainkban mivel foglalkozol, milyen projektek vannak előttetek, és ugye többek között ugye rendészeti területen is milyen együttműködéseid vannak. Kicsit beszéljünk arról, hogy egyrészről a többségi társadalom ezt a típusú vélekedést, amit most elmondtál, hogyan kezelte, akár személyesen hogyan élted meg, vagy milyen üzeneteket kapsz, milyen kommenteket kapsz, maga a világ többségi része az hogyan kezeli. Hogyan kezel téged a roma reprezentánsi kör, az a grémium, akik valahol vannak valamilyen oknál fogva, és másrészt ezt a típusú vélekedést hogyan kezeli, nyilván az, ami számodra a legfontosabb, egyrészt a szűk közösséged, a családod, a településed lakói, azt, ami rajtad keresztül beáramlik a településre, információk, ingerek, hatások, mert nyilván van rájuk hatása mindez, ami téged ér. Rengeteg hatás ér minket, legfőképpen engem, hiszen amióta bekerültünk ugye a köztudatban, hogy lekerültünk a legfertőzöttebb települések listájáról, azzal, hogy elkezdtünk adakozni, ez egy új arculata lett a településnek. Nyilván ebből főleg tényleg rengeteg inger van, és rengeteg jó emberrel összehozott a Jóisten, és azt látom, hogy a jóság, és ha te jól vagy, az hosszú távon kifizetődik. Vannak őrültek, és vannak rossz akarok, az folyamatosan jelen van, de én sajnálom őket, őszintén mondom, a kétkedőket, akik gonoszsággal töltik meg a te szavaidat, akik képmutatóan lekezelnek veled, és hátulról megdöfnek. Mi a véleményem a politikai, cigánypolitikai elitről? Számomra egy impotens, tehetségtelen szószátyár banda, aki abból él, hogy a cigányokat hülyíti, lenyomja, olyan szinten tartja, ahol képtelen a cigány öntudatra. Én nagyon sajnálom a 92-es kisebbségi törvény létrejöttét. Én nagyon sajnálom, hogy Magyarország nem volt képes a kingesedés folyamatára, amit Luther King képviselt, hogy alulról jöjjenek föl a cigányok, alulról szerveződjenek és igényeket teremtsenek meg maguknak. Ne csak követelési jogokat, meg hogy minket mindenkinek védeni kell. Nem jó ország az, ahol ennyi jogvédő szervezet van. Nem jó ország, ahol jogvédők védik a másik színének az arcát. Ezek helytelen viselkedések. Nem jogvédőkre van szükség, hanem olyan országra van szükség, ahol nem azt nézik, hogy milyen színű vagy, hanem mi a teljesítményed, mit teszel a hazádért. És ezek a fontos dolgok. Tehát a jelenlegi cigány politika, és aki azt hiszi magáról, hogy ő elitista, az ugyanolyan rossz gondolkodás, az elitizmus, mint a nácizmus. És én nagyon érzem ezt a mi politikai elitünkön. És ugye ne hagyjuk ki akkor a településed, lakói, a családod, ezt az ingerbombát, amit jó értelemben is és rossz értelemben is te kapsz, hát nyilván nem tudod a küszöbön kívül hagyni, hazavészed a településedre, és ami téged ér, az éri a falut is. Mind jó értelemben, mind rossz értelemben. Ezt ők hogyan esküszöm, most komolyan mondom, hogy megpróbálom ezeket a nagy csillogásokat, a nagyon kemény kritikákat, a támadásokat, mindent magamra szórni. Hiszen én vagyok az első fronton, tehát én vagyok a fronton, nekem kell beállni ezekbe. A sikerbe is, a kudarcba is, a pofonokba is. És azt hiszem, hogy talán az a legfontosabb, hogy az anyám mit gondol erről. Ő lehet, hogy büszke rám, a testvéreim lehet, hogy büszkék rám. A faluban nyilván vannak, akik úgy gondolják, hogy őrült megint a Laci, mert olyan kirónásaim vannak, hogy feltámasztjuk a zsigát, a hopte zsigát, és járjuk adakozni az országba. Tehát ezek olyan dolgok, amelyekkel azt szeretnénk elérni, hogy a többségi társadalom vegye már észre,
hogy nem fogunk kevesebben lenni, nem fogunk elaludni végleg, kedről szerdára. Nem szabad ilyen gondolkodást megengedni maguknak. Be kell látniuk, hogy itt élünk már közel 6-700 éve, és mi mindig ugyanarról beszélünk, hogy engem integráljanak, vezessenek be az integráció minden bugyrában. És a következő kérdésem pedig az lenne, hogy vajon a többségi társadalmat ki fogja integrálni a tekintetben, hogy igény van-e rám? Mert mindenkinek van egy cigány sztoria. Mindenkinek volt osztálytársa, katonatársa, melóstársa, és mégis erősödik a szélső jobb oldal. Olyan píszi lett a cigány kérdés, átvette a roma szó, ami számomra fertőzést jelent. És nekem ugyanilyen fertőzést és problémát okoz a cigánypolitika, ami jelenleg uralkodik körülöttünk. Én a településemen igyekszem nagyon józanul, egyszerűen levenni azt a nyomást, amit kapunk a médián keresztül, a jóságot amit, és a gonoszságot is magamra hárítani. Nem a lakók tehetnek arról, hogy egy polgármester idióta, vagy kreatív, vagy őrült. Az adott helyzetben, ha beleállsz ebben a kérdésben, akkor a lakók ebből semmit nem szabad, hogy érezzenek, mert őnekik a nyugalom a fontos, a megélhetés, a szeretet, a jóság, a gyerekeknek a tanulás, és innentől semmi nem számít. Minden csak duma. Nézd, 19 autót vett a falu másfél év alatt a lakók. Minden gyerekünk suliba jár. Tudom, majd jönnek a kétkedők, hiszen 16 éves korokig kötelező. De ezek már nem 16 évesek. Ezek középiskolába, gimnáziumba, és szakmát, és végzősök lesznek. Ezekről könnyű azt mondani, hogy ezek, ja, hát a rendszer kötelező, és a rendszerből nem tudnak most még kiiktatni, mert a családi pótlék miatt fontos. Nem a családi pótlék miatt fontos. És nem a családi pótlék miatt van gyerekünk. Nem azért van, de a cigány nem szereti jobban a gyerekét, mint a magyar. Ez genetikailag hülyeség, ha valaki ilyenre gondol. Csak a szegénység az jobban összetartja a családot. Hát én ezt még hallgattam volna nagyon sokáig, de a jóság témakörén, amihez ragaszkodtál, hogy erről beszéljünk, kicsit gyarlóbb dolgokra is rá szeretnék térni a maradék időbe. Hétköznap Cserdében munka. Eligazítás, ki a közterületre, a kertbe, sokszor élenjáró cselekvő módon odaállsz, és nem csak irányítasz, hanem el is végzi a feladatokat. Erről beszéljünk egy picit, hogy milyen munkálataitok vannak, mi a következő terv, termék akár, vagy terv, illetve hogy akkor közéletileg milyen típusú együttműködéseid vannak, amiket így párhuzamosan viszel, így még a maradék 5-6 percben. Valóban próbálok példát mutatni, és igyekszem mindig példát mutatni azzal, amit csinálunk. Szép fóliaházaink vannak, és ezekben szép paprikákat termesztünk, de mi már nem paprikákat termesztünk, hanem igényeket teremtünk meg egymásnak. Én sokat próbálok foglalkozni az embereknek a lelkületével. Ha esik az eső, ha fagy van, ha fúj a szél, mi nem megyünk ki, és állunk az utcasarkon, és nézzük egymást, hanem különböző játékelemeket, csapatépítést csinálok. Ezt én ma úgy nevezem, hogy köcsögmentesítés folyik, különböző témákat, amit az országban felmerülnek, mint a bevándorlás, mint a cigányügy, a szélső jobb oldalnak a megerősödése, az aktuál politikai véleményeknek, és ezeket így kielemezzük, A1-es papírokra végigvesszük, hogy ki mit gondol erről. Ezzel sokat foglalkozunk, sokat beszélgetünk, ezek nagyon fontos dolgok, nem csak paprikát kell meg krumplit termelni, hanem az emberek lelkületével, hiszen az ember termeli meg, és nem a paprika termeli meg az embert. Ezért ez nagyon fontos dolog. Jelenleg azon dolgozom, és ez csütörtökön lesz egy nagy találkozom a belügyminisztériummal, ahol a Lassipe üzemnek a megépítését próbáljuk zöld útra terelni. Európai Unióba adtunk be egy pályázatot a Toppon egy hűtőházra, aztán nem sokára épül egy bicikli út a környékünkön, de sok minden fejlesztést csinálgattunk az elmúlt 12 évben, de a legbüszkébb mégiscsak arra vagyok, és a legnagyobb sikertörténetünk az az, hogy úgy tudtunk adni másoknak, hogy mi szegényebbek voltunk, mint akiknek adtuk,
és senkinek nem kellett sorbálnia soha azért, hogy kapjon egy kiló krumplit, vagy egy kiló hagymát. És ez egy nagyon fontos, jó érzés. Az emberekben ez nagyon kellemes érzés. És ezt továbbra is fenntartjuk, ezen dolgozunk. A gyerekekben hisszük, és a nyomást a gyerekekre helyezzük jó értelemben. Az én aktuál politikai helyzetem pedig az az, hogy bárki, aki bekopog hozzám, én nem vagyok felkenve Jóisten által, hogy kizavarjam. Én fogadok bárkit, aki ember. És nekem nincs ítélkezési jogom, hogy ne jöjjön hozzám a szegedi polgármester, a Karácsony Gergely, a pécsi polgármester, az Újhelyi István. Aki kopog, az jöhet. Aki rámrugja az ajtót, azzal nem tudok mit kezdeni. Én ettől nem leszek egyik elitista klubnak sem a tagja. Hát basszus, ha valaki párbeszédre hív, vajon mi dolgom lenne? Valami... Ugyanígy párbeszédre hívott ugye a Tolna megyei rendőrfőkapitányság is, többek között ugye Orsó Zoli barátunk személyében, hogy erről a projektről egy pár szót esetleg még a végén. Ma 13 órakor lesz egy találkozónk a kapitánnyal, és megpróbálom nekik tulajdonképpen eladni azt a terméket. Természetesen ennek nincs semmilyen ára, semmilyen anyagi vonzata nincs részemről. Azt a fajta példamutatásos viselkedési normát, hogy gyerekekkel megmutatjuk. Nem azért, hogy a gyerekeket terrorizáljuk, nem azért, hogy a gyerekeket lehúzzuk, a lelkületüket szétzúzzuk, hanem azért, hogy megelőzzünk. Én azt javasoltam, és azt fogom javasolni, hogy minél több embernek be kell menni a börtönbe, látni a körülményeket, azt a fajta uralkodó és lebegő félelmet, ami ott van, hogy azt ne érezze meg sem a gyerekünk, sem a lányunk. És én ezt fogom ma prezentálni. Több börtönben jártam, és több börtönnel van kapcsolatom. Balassagyarmati börtönnel fantasztikus kapcsolatunk van, és sőt, adományt is vittünk már a börtönbe. Közösen sütöttünk a rabokkal, és egy jó barátommal, Szilágyi Vilmossal süteményt. Gondolkodunk a Rácsoskába, mármint a Rácsos süteményben. És ezek fontos dolgok, hogy amit, ha a közéleti személy vagy, tegyél a közért, és ne azt lát, hogy a közt tegyen érted. Hát én örömmel hallgattalak, és biztos, hogy a kedves nézők is. Én köszönöm, hogy ma itt voltál velem. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kérem, tartsanak velem legközelebb is a példaképekben. Itt a Tolna Tájtelevízió.